A Jókai Mor általános iskola tanulóinak verbunkos táncával kezdődött az a rendhagyó történelem óra, melyet a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata szervezett Kossuth Lajos halálának 120. évfordulója alkalmából. A szervezet amellett, hogy részt vesz és szervező feladatokat is vállal, a helyi ünnepségek, rendezvények lebonyolításában megemlékezik nemzetünk kiemelkedő személyeiről is. Népünk, nemzetünknek a nagyjaira való megemlékezés kötelességünk, hiszen a nagy szónok Kossuth Lajos példakép nem csak a nemzetnek, a magyar nemzetnek, hanem a szerte a világon ismert. A megjelenteket a város polgármestere köszöntötte, és méltatta a politikus és hazafi életútját, kiemelve a döntéshozó képességét. Végig gondoljuk a nevezetes életútját, a reformországgyűléseket, amikor az irány kellett meghatározni, a megfontolva haladás, a változásokat, vagy a hatalmas, gyorsabb tempót, mely az ország függetlenségéhez vezetett, meghozta ezeket a döntéseket. Lauber Imre a szervezet alelnöke előadásában Kossuth Lajosról kiemelte, hogy Magyarország első olyan politikusa volt, aki főállásban a politizálással foglalkozott, és felsorolta a legnagyobb érdemeit, történelmünkben betöltött szerepét. Az első olyan politikus volt, aki főállásban ezzel foglalkozott. Addig még az urak, akik politizáltak korábban, időnként visszavonultak a birtokaikra, amikor valami nem tetszett nekik az országgyűlésen, kicsit morcoskodtak, visszavonultak, de Kossuth volt az első, aki főállású, hivatásos politikus. Sátoraljaújhely központjában áll a Kossuth Lajos szobor, melyet a szónok születésének centenáriumán 1901-ben állítatott a város akkori önkormányzata. A 3 méter magas műkő talapzaton álló, 2 méter magas bronzszobor alkotója, Gárbo Saladár szobrászművész. A szobrot 1911. május 18-án leplezték le. Lauber Imre a szobor kompozíció elemeinek jelentőségéről is beszélt előadásában.